A helybe visszük a szűrővizsgálatokat című program szűrőbuszokkal segíti a leghátrányosabb térségeket is. Ezáltal olyanok is megvizsgáltathatják magukat, akik nem rendelkeznek aktív társadalombiztosítással. A szűrőbuszokon általános állapotfelmérés keretében vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérést végeznek, de megkapjuk testtömeganalízisünket is. Emellett EKG, nőgyógyászat, valamint szájüregvizsgálatot is végeznek a helyszínen. A program a Takta közben is igen népszerűnek bizonyult, hiszen nem csak taktabályi lakosok, hanem a környező települések, mint például Taktakenéz, Csobaj, vagy éppen Szerencsé lakosok is szép számban vettek részt a vizsgálatokon. Az országban most az a jellemző, hogy a kórházakban nem nagyon, illetve az egészségügyi központokban nem nagyon lehet időpontokat kapni, és akár egy kardiológiára, egy nőgyógyászatira, vagy bármilyen ilyen orvosi vizsgálatot mondhatok, amire sajnos hónapokat kell várni. És ez adta az ötletet, hogy ha idehoznám ezeket a szőrőbuszokat, amiről hallottam már, akkor másfél-két óra alatt 5-6 olyan vizsgálatot el tudunk végeztetni. Szűrést meg tudják az emberek csináltatni, ami másfél évben is beletelhetne. Hál' Istennek nagy örömmel fogadták, nálunk már volt egy oltóbusz, ott is nagyon nagy volt az érdeklődés, sokkal többen jelentkeztek, tehát szűrni kellett az embereket, és beszélni velük, főleg a fiatalokkal, hogy egy később időpontban újra tudjuk oltani. Nagy volt a sikere, ezt is nagy örömmel fogadták, és az autóbusznál is, és szűrőbuszoknál is nem csak taktabályi lakosokat, hanem a Takta közből, itt a környező településekről is nagyon szívesen fogadtuk a szűrésre érkezőket. Ez a program, ez úgy működik, hogy minden éven van egy adott település, ahol már voltak, oda-vissza mennek, de viszont lehetőség van arra, hogy új települések is pályázzanak. Taktabá is jelentkezett erre a programra, ahol már volt ez a szűrőbusz, oda két évente vissza fognak menni, és a lakosságot újra fogják szűrni. Arról szól ez a célkitűzésünk, hogy azokra a településekre elvigyük a szűrővizsgálatokat, bizonyos szűrővizsgálatokat, illetve az általános állapotfelmérést, ahol a település valamilyen adottsága, akár közlekedési viszonya, akár szociokulturális összetétele, akár gazdasági jellemzői miatt nehezen vagy egyáltalán nem lennének ezek a vizsgálatok elérhetőek. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat, mindig egy 3 buszos komplex programról szól, ahol általános állapotfelmérést, kardiológiai vizsgálatot, stroke prevenció keretében nyakér ultrahangot, neurológiai vizsgálatot, nőgyógyászati ellátást, illetve új elemként szájüregi szűrővizsgálatot végzünk. 2019-ben indult ez a programunk, a számaink exponenciálisan emelkednek, akár a meglátogatott települések száma, akár a lakosság körében a részvételi arány. Nagyon szerették, nagyon nagy elismeréssel, nagyon nagy köszönettel fordulnak felénk, és hálások az emberek, hogy az ők is falujukba elhozzuk ezeket a vizsgálatokat. Nagyvárosok nincsenek, a felzárkózó települések hosszú távú programjában most kormányhatározott szinten 300 település került bele, a KSH bizonyos mutatók alapján válogatta össze ezeket a településeket. 3000 fő alatti lakosságszámmal bírnak ezek a települések, de az a jellemző, hogy az 1-2000 fős településeket látogatjuk meg. Mi saját magunknak felállítottunk egy indikátor számot, amit szeretnénk elérni, ez mindig a település lakosságának a 10%-a. Komoly szakemberekkel, most éppen a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet munkatársaival, Borsod megyei egyetemi oktatókórház munkatársaival, illetve az NNK munkatársaival karöltve. Nagyjából 20 fős a csapat, amiből 12-13 fő az NNK, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a munkatársai, 4-5 fő a Gokiból, illetve a többi pedig a megyei kórházakból. Azért is ez az együttműködés a megyei kórházakkal, hogy a beteg út biztosítva legyen, hogy akit itt kiszűrünk, akinél valami problémát tapasztalunk, annak egyenes legyen az útja az egészségügyi ellátórendszer egy magasabb szintjére.